A tudatmódosító szerek ellen dolgozó szakemberek több mint 30 éve jegyzik a világban június 26-át, mint a drogellenes világnapot. A témában megfogalmazott ENSZ határozat célkitűzése, hogy a prevenciós és gyógyító munkák nyomán 50%-kal csökkentsék az illegális droghasználatot világszerte. Tapasztalatok, kételyek, lehetőségek címmel hívták össze kerekasztal beszélgetésre Nyíregyháza megyei jogú város kábítószerügyi egyeztető fórumát. Az idei téma szerint a pandémiás időszakban megismert tapasztalatokat és a szolgáltatás újszerű lehetőségeit értékelték. Azt gondolom, hogy azt, hogy telefonon is meg lehet bizonyos helyzetekben beszélni, és lehet, hogy a kliens számára kedvezőbb, hogyha kicsit nagyobb távolságtartással beszél a dolgáról. Lehet, hogy azonos vagy bizonyos helyzetben őszintébben tud megnyilvánulni. Ezt például lehetőségként szeretnénk fenntartani, hogyha valaki az első lépésenként még nem szánta rá magát, hogy személyesen nézzen szembe a problémájával, akkor talán tudjunk telefonon. Vagy ha azt választja, hogy egyéb infokommunikációs módszerrel, valamilyen videóprogram segítségével szeretne kapcsolatot tartani civil szervezetekkel, azt is úgy érzem, hogy ők meg fogják tartani ezt a fajta lehetőséget. A fórum, a KEF olyan szervezet, melynek tagjai civilek és professzionális intézmények, akik a függők gyógykezelésével és rehabilitációjával foglalkoznak. A pedagógusoktól az orvosokon, szociális munkásokon át a törvényeket képviselőkig. A fórum elsődleges törekvése minden időben nyilván a megelőzés. Ha a főorvost a számokról kérdezik, általában hárít, hiszen nincsenek egyértelmű adatok, sok a rejtőzködő páciens. Szét kell választani azt, hogy problémás szerhasználó, szét kell választani azt, hogy függő valaki, és ezért ezek különböző számot jelentenek. A függők kevesebben vannak szerencsére, és kevesebben lesznek azok, akik olyan szintű napi vagy heti olyan mértéktelen szerhasználattal élnek, amivel olyan egészségkárosodást és olyan társadalmi károsodásokat okoznak saját maguknak, kivonulnak az életben, ami egyértelműen hogy a kórház feladata és a rehabilitációs intézmények feladata. Sok kíváncsi fiatal van, aki élményeket keres, vagy hétvégeken lazítani szeretne. A kipróbálásból jöhet aztán a megszokás, ezért kell résen lenni a családnak, a környezetben élőknek. A tudatmódosítók hatása miatt lehet agresszív, ön is közveszélyes is a függő ember, aki általában hárít, talán saját magának sem vallja be a betegséget. Amíg viszont ő nem partner, nem lehet kezelni. Pedig a büntetés helyett a gyógyulás az egyetlen szabadulás a szenvedélybetegségből.